Sziasztok! Anita vagyok a Siker.guru-ról, üdvözöllek a csatornámon, ahol az önfejlesztés eszközeinek a segítségével segítek neked kialakítani azt az életet, amilyet te szeretnél, és amilyet megérdemelsz. Mert én hiszem, hogy számodra bármi lehetséges. A mai nap egy nagyon-nagyon érdekes témát hoztam el nektek, ami képes az ember életét viszonylag hamar gyökerestől megváltoztatni. Ez pedig a pozitív és a negatív gondolkodásmód közötti különbség. Szerencsére alkalmam volt megfigyelni azt, hogy mi a különbség a pozitív és a negatív gondolkodásmód következményei között. Tehát nem maga a gondolkodásmódról lesz szó, hanem a következmény. Méghozzá nem is olyan régen, pár napja kaptam egyik videóm alá egy kommentet az egyik követőmtől, hogy ő szerinte a magyar ember irigy, az irigység mindent tönkretesz Magyarországon, és hogy nagyon-nagyon nehéz boldogulni ebben az országban, egy ilyen közegben, és hogy pont ezért írottak a könyvek és ezek az önfejlesztő tréningek külföldön. És nagyon-nagyon érdekesnek találtam ezt a kommentet, mivel én erre még soha nem gondoltam. És akkor így beugrott, hogy akkor ő valójában erre fókuszál. Valójában én úgy tudom elképzelni, hogy reggel, amikor fel kell, és elmegy a dolgára, szépen akármi történik vele, ő ezeket mind kiszűrés, megfigyeli, hogy irigység történt. És ő neki ezért ez a valósága. Én egy olyan példát tudnék mondani, hogy képzeld el, hogy bent vagy egy szobában, és azt mondom neked, oké, van egy perced, jegyezzél meg mindent, ami kék. Mindent, ami kék, kék. Mindent, ami kék, kék. Jegyezd meg. Most pedig csukd be a szemedet, és soroljál fel mindent, ami zöld. És erre amúgy nekem a Mexikóban, amikor voltunk, a mentorom, Jim, akivel amúgy készítettem egy interjút, és a YouTube csatornámon azt angol nyelven meg is nézhetitek, ő írt egy könyvet, és ő nagyon szépen kifejezte, hogy a legtöbb ember arra fókuszál, hogy félelem, gyűlölet, irigység, bántás, és az életükben viszont boldogságot, szeretetet, gyönyört akarnak. Ugyanaz, hogyha állandóan arra fókuszálsz, hogy mi a rossz az emberekkel, hogy mindenki téged bántani akar, hogy félsz, akkor nem várhatsz el egy boldog, szeretetteljes életet. És ez így van mindenen az életben. Hogy ugye az egyik korábbi videómban megemlítettem az áldozat szerepet. Nagyon sokan abban szenvednek és frusztráltan élik az életüket. És ott is a fókusz azon van, hogy ők mennyire szenvednek, és hogy a többiek mennyire hülyék, és hogy őket mindenki le akarja húzni. Például az egyik ismerősöm állandóan szidja a férjét, hogy mert ilyen féltékeny, meg ezt nem csinálja maga ház körül, meg eljár a haverokkal bulizni, vagy inni, vagy akármit csinálni, és hogy igazából meg az intim kapcsolatuk se jó, meg hogy igazából nem tud vele beszélni se, és hát ő annyira szenved, mert a férje milyen hülye, és így tovább. És erről képes órákig beszélni. Nagyon érdekes volt megfigyelni ezt a jelenséget, és próbáltam valahogyan kócsolgatni, kérdésekkel felnyitni a szemét, hogy valójában nem a férjével van a bal, hanem az ő hozzáállásával és az ő fókuszával. Hogyha nem tetszik, akkor ott az ajtó, menj és akkor keresél magadnak más férjet. De ugye általában az ilyen emberekkel az van, hogy a másik férj is ugyanolyan hülye lesz. Tehát amíg ő nem ismeri önmagát, amíg ő nem dolgozik önmagán, addig úgyis csak arra fog fókuszálni, hogy mi a baj a másikkal. De véleményem szerint egy jó férje van, tehát egy dolgos ember, lehet rá számítani, neveli a gyereket. Igen, néha eljár szórakozni, hát a férjnek kell eljárni szórakozni. Tehát abszolút, mint egy kívülálló, én úgy látom, hogy a nő az csak rosszul akarja magát érezni. És azért panaszkodik állandóan a férfiről. És ez ugye ez az áldozat szerep. És ehhez csatlakozik rögtön az hozzá, hogy na most mire fókuszál a nő? Arra fókuszál, hogy oké, egy héten egyszer néha elmegy valóban, de amúgy minden este otthon van, lehet rá számítani, ha megkéri, akármire megcsinálja.
tényleg nem dohányzik, nem iszik hétközben. Néha a hétvégén igen, megiszik pár sört a haverokkal, de hát most az szerintem nem egy, az én értékrendszeremnek megfelelően nem egy nagy vétek. És mégis ő állandóan szomorú, és minden este sír, és el akar válni, és amíg ő meg nem érti azt, hogy ő neki mire van szüksége, és ki nem megy, és meg nem keresi azt, majd pedig átállítja az agyát arra, hogy oké, a pozitív dolgokra koncentrálok, akkor ő világ életében abszolút, de boldogtalan lesz. És hozzátenném, hogy ez a harmadik férje neki, most azt hiszem, nem tudom, 45 éves, úgyhogy kapcsolatból kapcsolatba mászik, és mindig valami baj van. Tehát én ezt így szépen végig kísértem. Mindig valami rossz volt, mindig valami rosszra, mert mindig arra fókuszált, mindig a hibát kereste a másikba, mert egyszerűen így volt beállítva az agya, igaz? Tehát mindig a kéket kereste, amikor ő a zöldet akarta. Mindig a kéket kereste, amikor ő nekem azt mondja, hogy de ő a zöldet akarja. És akkor már meg kell állni egy pillanatra, és meg kell, te biztos, hogy a zöldet akarod? Szerintem te a kéket akarod. Szerintem te szeretsz szenvedni. Tehát neked ez a lételemed, hogy te szenvedjél. Tehát el kell dönteni, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor hagyd már abba annak a hülye kéknek a keresését, és álljál neki a zöldet keresni. És erre Jim, a mentorom, nagyon jól megtanított. Abszolút ez a 4 hónap nekem egy nagyon transformációs hónap volt. A pozitív gondolkodás, persze sokan félreértik, ugye a pozitív gondolkodás, van egy olyan szindróma is, hogy mindenki, hogy minden jó, meg minden szép, és akkor ugye tagadásban élünk. Nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitív gondolkodás az, hogy én megválaszthatom azt, hogy mire fókuszálok. Hogyha én például, nekem van egy férjem, akihez én életem végéig elköteleztem magamat, akkor azt a döntést, amikor én igen mondtam, az egy jól átgondolt, tudatos döntés volt. Tehát persze az emberek változnak, de nem annyit, hogy annak mindenképpen válás legyen a vége. Persze az ember, vannak problémák, megcsalás, ilyen dolgok, elhidegülés, hogyha nem dolgoznak a kapcsolatot, persze, hát ez abszolút de evidens. De amikor az ember igen mond, akkor tudja általában, hogy ezzel a férfival, vagy ezzel a nővel akarom leélni az életemet. Igent mondtál annak az embernek valamiért, akkor most miért a negatívokra kell állandóan fókuszálnod? És az életben ez mindennel így van. Ez mindennel így van. Amikor kilépsz reggel az ajtón, figyeld meg a gondolataidat. Franzból már megint szeles, meg esik, meg... rossz cipő van rajtam, jaj, meg az a hülye, mit nézem már, ne nézem meg. Milyen gondolataid vannak? De jó kint lenni, levegőn, de gyönyörű felhők, de jó ez a szél, végre kitisztul minden, az eső mindent lemos, jaj, de imádom, jó levegő van, jót tesz a növényeknek ez a zápor, ez a zivatar, jaj, de jó, van 2 lábam, a gyermekem nem beteg, van hajam, mit tudom én, mi tesz téged boldogá, erre kell fókuszálni, ez a pozitív gondolkodás, ennyi. Nem nagy cucc, nem atomfizika, nem atomtudomány, nem kell hozzá egyetem, nem kell hozzá semmi. Beállítottság kell és gondolkodásmód. Mire fókuszálsz? Amire fókuszálsz, azt fogod bevonzani. Ha arra fókuszálsz, hogy a férjed egy idióta, azt fogod bevonzani, csak azt fogod észrevenni, persze, hogy el akarsz tőle válni. Például, amikor akartál venni egy autót, vagy amikor akartunk venni egy BMW-t, vagy egy Mercedes-t, és amitán eldöntöttük, hogy azt akarjuk, kimentünk az utcára, minden autó BMW volt, vagy Mercedes. Arra fókuszáltuk. Azt vesszük észre olyankor, amikor arra fókuszálunk. Ezért nagyon fontos a jó dolgokra fókuszálni. Amerre a fókuszod megy, arra megy az energiád. Ha rosszra fókuszálsz, azt fogod bevonzani. Ez egy univerzális törvény, tehát ez nem egy olyan dolog, amivel lehet vitatkozni, ez így van. És a pozitív gondolkodásmód, az pedig egy fókusz-pókusz. Az egy fókuszkérdés. Az egy te döntésed. És az elején bevallom, nehéz. Én is eléggé negatív gondolkodású vagyok, még a mai napig. És ez minden nap kell nekem gyakorolni, minden nap rá kell magamat erőltetni arra, hogy pozitívra gondoljak, pozitívra fókuszáljak, pozitív gondolataim legyenek.
És ezt mondjuk a megerősítésekkel nagyon jól lehet csinálni. Néha, amikor vezetek az autómba, elnézem az embereket, és észreveszem ugye ezeket a rossz gondolatokat, ahogy ugye jönnek fel a kis tudatalattimból, lőnek fel, nem mindenki hülye, ó, ez biztos azt képzeli rólam, hogy én hülye vagyok, mert mit tudom én, miért mondjuk rosszul áll a hajam, és mert jönnek fel ezek a gondolatok, és akkor hangosan kijelentem, szereted vesz körül, szeretnek az embertársaim, és én becsülöm őket. Ilyen kis affirmációkkal el lehet nyomni ezeket a negatív gondolatokat, de ahhoz, hogy mi el tudjuk nyomni a negatív gondolatokat, először tudatosítani kell magunkban a negatív gondolatokat. És véleményem szerint, legalábbis nekem ez nagyon nehéz, mert ide már egy olyan tudatos élet kell, hogy tényleg nagyon-nagyon ott kell lenned ahhoz, hogy meghalljad ezeket a belső negatív kis gondolataidat, mert amúgy ezek már automatikusak, nem? És pont ezért azt tudom tanácsolni neked, hogy olvas, és gyakorolj. 2020-ban megfogadtam, hogy magyarul fogok olvasni, mert főleg most, hogy kint voltunk Mexikóban, angol könyveket olvasunk, angol barátaim vannak, a férjemül angolul beszélek, az anyósomékkal angolul beszélek, minden angolul van, még a gyerekemmel is angolul beszélek, és mivel magyar csatorna, és már megkaptam jó párszor az építő kritikát, hogy nem éppen szépen és választékosan beszélek, amivel teljesen egyetértek, ezért úgy döntöttem, hogy ebben az évben kiolvasok 20-30 magyar könyvet, úgyhogy már meg is vettem kettőt, meg akarom mutatni. A két kedvenc írómtól. Az egyik, akiről most szó lenne, és mindenképpen tudnám neked ajánlani azt, hogy olvasd el az ő könyvét, mind a kettőt, a Felszabadított lelkeket, mert az az én életemet megváltoztatta, és az a könyv téged arra fog megtanítani, hogy hogyan halljad meg a negatív gondolataidat. Jó? Tehát még egyszer elmondom. Michael Singers, meg van egy ilyen könyve, jól látszik, és van egy olyan könyve is ennek az írónak, hogy a Felszabadított lelkek. Igen, van magyar fordításban, úgyhogy nincsen kifogás. Ha tényleg meg akarod tanulni, hogy hogyan hallgassad, hogy hogyan halljad meg a negatív gondolataidat, hogy azokat utána át tud alakítani azonnal pozitív gondolatokká, akkor azt a könyvet olvasd el! A másik könyv, amit megvettem, pedig is egy spirituális tanító, biztos, hogyha önfejlesztő harcos vagy, akkor ismered. Tudom, mennyire lehet látni. Így van. Nekem a könyvét fogom most, úgyhogy, hogyha esetleg van kedvenc könyved, mert sajnos nagyon sok önfejlesztő könyv nincsen meg magyarul, és ugye én ezért nagyon szeretek angolul olvasni. A legtöbb könyv, amit olvasok, annak még nincsen magyar fordítása, lehet, hogy nem is lesz. Úgyhogy pont ugye ez volt az én unique selling proposition, hogy ez volt bennem a különleges, hogy én olyan tudást tudok úgymond neked átadni, amit én angol irodalomban olvastam, amit itthon Magyarországon nem lehet megtalálni. Mondjuk nem mindenki tud olyan jól angolul, vagy nem mindenki akar angolul könyveket olvasni, ugye ebből tud profitálni. Viszont ebben az évben gyerekek magyar lesz. Úgyhogy ha akarjátok, akkor menjetek a YouTube csatornámra, és ott az info alatt találtok egy Patreon oldal, ott lehet adományozni, hogyha akartok ezekből a könyvekből animált videóösszefoglalásokat kapni, és online tréninget könyvklub formájában átdolgozni, akkor tessék megnézni, tessék adományozni, és akkor utána mehet a buli. Mindenképpen olvashatok el a könyvet, remélem, hogy tetszett a mai videó. Pozitív gondolkodás az egy rettentő jó dolog, és nagyon-nagyon tudatosan kell tenni, és nem fogok hazudni, sok időt vesz igénybe, főleg, mint például nálam, én viszonylag elég negatív gondolkodásmódú voltam, de megéri, mert az egész élet átalakul. Egyszerűen az életérzés az, hogy a nap 99,9%-ában boldog vagy, és mindent ki mit mond, vagy hogy köd belé, vagy egyszerűen lepörögnek rólad már egy idő után ezek a dolgok, és ezt semmiért nem tudod lecserélni, egy olyan életet élni, ahol te valójában boldog vagy. És persze problémák lesznek, és voltak, és ezek mindig ott vannak. De semmi köze nincs ahhoz, hogy ki mennyire boldog. Úgyhogy ezzel a szép gondolattal búcsúznék tőletek.
Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogyha eddig még nem tettétek volna, mivel minden csütörtökön kijön egy önfejlesztéssel kapcsolatos videó. Nyomj egy lájkot, ha tetszett, és ne felejtsd el minimum egy darab barátoddal megosztani ezt a pozitív videót, hogy mindenkinek pozitív napja legyen, és jövő héten találkozunk, addig is jó, pozitív fejlődést kívánok! Szia!